Ne ugra bungrándoz. Na, sziasztok! Elkezdjük ezt a jó kis Satisfactory-t. Dani ebben most a pro, úgyhogy ő fog minket vezetni végig a játékon. Én csak szenvedője leszek a történéseknek. Sziasztok, nem vagyok pro, de igyekszem. De hogy nem. Na, kapásból itt van ez a cucc. Várjál, mert nekem ki kell valami, milyen cucc. Ez, megmászt a villanyoszlopot. Várjál, még szenvedek, igen? Ezt, ha felveszed, és esetleg lemegy a HP-d, lezuhansz, bármi. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for fix it to make an informed decision. Store this potential resource for later use. Későbbi felhasználásra, igen. Szóval, ha valami is sérülsz, azt megkajálod, visszatölti a HP-dat. Igen, hát nem ezt mondta. É, hogy hello! Sincs. Van full damage. Hát, ja, no. Azzal nincs baj, csak... Ezt a játékot igazából lehet háromféleképpen játszani. Igen. Eszetlenül, tehát mindent építesz mindenhova. Igen. Lehet ilyen modulárisan, tehát mindenhol csinálsz kisebb-nagyobb gyárépítményeket, illetve lehet ilyen megalomán módon, hogy egy helyre túlsz egy hatalmasat. Na, az olyat szoktam szóval csinálni, csak nem a játékban. Jó, rendben. Igen. Az össze-vissza abban én nem vagyok partner, tehát én nem fogok össze-vissza építeni. Figyelj, építsünk úgy, ahogy te gondolod, tehát, hogy a rendezett dolgokat én is jobban szeretem, tehát, hogy ez tény. Csak még itt azért nekem azért lesz bajom az egésszel, mert nem tudom, hogy mi hogy működik, és emiatt előfordulhat, hogy elsőre nem jól építed meg. Az nem para. Az eleje úgyis úgy fog kinézni, akkor amúgy mondom, hogy szekventáltan fogunk építeni, tehát mindenhol rakunk egy-egy kisebb-nagyobb gyárat, és majd csinálunk egy központot, ahova bejön minden késztermék. Én így gondoltam. Az elején amúgy úgyis ilyen backup gyárakat fogunk gyártani, tehát mindenhol, most mindegy lesz az elején, az pont elég lesz arra, hogy megtanult, hogy utána tudjunk normálisan építeni, tehát az elején minden lesz mindenhol. Ja. Ebből, hogy tudjunk utána normálisan csinálni. Ja. A kapásból nyom meg a Q betűt. Da! És ott azért speciálból egy olyan nagy ahub. Ahub. Ahova? Mondjuk oda való, nem emlékszek, várja, pezeg rég játszottam én is. A görgővet tudsz forgatni. Igen, az megvan. Mondjuk úgy valahova pattints le, ahol neked szintén. Így keresztbe, jó? Jó, jó, hát miért ne lenne jó. Hiányzó alapanyagok, mert nem akarom még egyszer megépíteni, köszi. Akkor nálad volt 20 vasérc, mert nálam nem volt. És megjött a kis rakettánk. Kurva látványos amúgy ez a játék. Ja. Ez még semmi. Tehát tutoriában nem volt ilyen még. Majd mikor éjszaka lesz, és látod a másik galaxist az égen konkrétan. Aha. Előfordulhat, hogy addig, míg nincs meg az új videókártyám, én nem fogom látni a másik galaxist. Hol vagy egyébként? Hogy hol? Itt. Na, gyere csak ide. Ott vagyok a térképeden. Vagy ezért? Itt, tudom, itt tudom megadni majd a szintekhez, hogy mit akarok megépíteni. Így van. Jó van. Igen, a nulladik szinten, tehát hogy ilyen, hogy hubfejlesztés egy, tehát a műhely, hordozható bányagép, ezeket meg kellett csinálni. Itt azt hiszem a negyedikig jutottam el. Igen, már a futószallagom az meg volt, de még ott nem jártam, hogy le kell építeni. Itt tudsz karakteredet átalakítani, ha szeretnéd. Ja, van ez így, azt sem tudom, hogy nézek ki, én tökéletesen jól vagyok így. Én csak téged látlak. Én cserélek. Oh. Ja, szkarizok, benyomom az aranyat, jó? A WC-vel mit tudok csinálni? Ja.
Le tudsz tenni olyan tárgyat, ami nem szükséges, yeah. De erre van egy sokkal egyszerűbb mód, ez csak poénra vette a... Oké, így már... Jaj, hogy itt ennyire testre lehet szabni. Igen, igen. Halló! Ja, majd ezzel elszórakozok videón kívül. Hát én mindjárt kész vagyok. Láma. Zsiráfláma. Az úgy még jobb. Nos. Ah, várjál, mert nálam van amúgy 4 hordozható bányagép, 129 vaslemez, 58 beton, 60 vasrúd, 48 húza, 8 megerősített vaslemez, 52 kábel, meg 10 dió. Jó, nyugodj meg. Nem, ezt csak azért mondtam el, mert valószínű azért el kell kezdenünk bányászni majd. Ha mindenképp az űrliftnek ki kéne nézni még valami helyet, mert az is szükséges lesz. Ja. Azt szerintem... Ez majd valahova erre felé. De még mindegy, lesz egyelőre az egész. Na. Hát igen, mert ezt még, ehhez még kell nyersanyag. Itt tudsz kézben kraftolni. Azt tudom, igen. Azt tudod, jó. Munkapaddal. Meg itt van a tárolóledem. Várjál, állj meg. Nem itt, a másik oldalon. Itt meg van a biomasszás genyú. Ó, itt már 2 van. Még nekem csak 1 volt. Hát mert ez a hubnak a sajátja. Na, hát akkor építsük meg az űrliftet. Ja. Ahhoz az én nyersanyagaim alapján kell még 58 Laci, beton. Laci. Kell beton. Ha nyomsz egy Q betűt, és a hubnak a jobb felső sarkán van egy pici plusz jel. Pici plusz. Ja, az űrliftet, de nem hubot, hanem az űrliftet akarjuk. Bocsánat, igen, azt. 58 per 500, 129, 250, 60, 400, meg 48. 1500. Az baj. Igen? A V betűt, ha lenyomod. Hosszan. Akkor tudom, igen, felül van a vaserc, rézerc, mészkő. Igen, ez a... Ezeket már tanította a játék. Hát akkor mi kell neked? Hát kell csinálni, ahhoz kell mészkő. Mészkő, igen. Nekem egy izét dobják ki, légy szíves, azt mondtad, van minered. Igen. Azt csak simán megfogom és kihúzom. Igen. Kösz. Ja, itt van mellettünk a mészkő. Meg. Aha. Jó, na várjál. Kell vasérc. ...216 méterre van legközelebb. Spurizok. Ebben stamina ugye nincs? Nincs. Ja, akkor ugrálok annyit, amennyit csak akarok. Ujjjj! Majd lesz nekem vizé... Talonna galóca. Minden gyűjtsé, Laci. Virág. Mindent. Majd menet közben elmondom, hogy miért. De gyűjtsé mindent. Aggaszt, azt tudom, hogy azért, mert a biomassa generátorhoz kell lenni fog. Hát, kapásból igen, de az ilyen alien cuccokat is, ha találsz, majd azt is. Igen, ez az eleje, ez ilyen lassúcska, de majd utána meg kb. Nem fogod tudni, hogy mit csinálja. Annyi minden lesz. Jaj. Ott a vasba, ez meg elszaladtam mellette. Titi, 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 titi. Ja nem, ezt innen kell leraknom. Így. Rakjuk kézbe. És
nyom beg bal egér gomb. Azt majd hagyhattad volna LMB-n, mert így elég nehéz lesz majd a még gombot, mikor kell nyomni. Úgyis belejössz. Á, jó, oké, úgy nagyjából megvan amúgy. Amikor azt írja ki, hogy nyom meg a beget, akkor úgy, mit akarsz? Bal egér gomb. Há, jó, rájöttem. Na, bányásza. Te nekem jöttél annó. Tudom, most amúgy, ha nem támadlak meg, nem baszak szól velem, de... Egy izére többet is le tud tenni. Minerből. Rakjak le többet? Mindenképp. Most vas meg vas fog a legtöbb kelleni, úgyhogy... Jó. Itt is van egy, erre is rakok egyet. Egyre le tudsz tenni akár 20-at is. Hát most van kettő egymás mellett, raktam mind a kettőre. Nézd meg, hogy melyik mi. Van izé, ugye... Normál... Mind a kettő van... Ja, ez tiszta. Ez is tiszta. Mind a kettő tiszta. Akkor mindegy. Ugye van a... Ó, nem tudom mi a legkisebb. Az impure. Amúgy igen, angolban. Aha. A normál, meg a pure, ugye a tiszta. Minél ez a sorrend is. Tehát aha. Nagy, vagy kicsi közepes nagy lényegében. És... minél jobb, a tiszta a legjobb, annál több ércet tud kibányászni majd a bányagép. Nem ez a kicsi, ez a kicsinek azt hiszem csak a sebességét befolyásolja. Aha. De ha már rendes bányagépet teszünk majd rá, annál több cuccot bír kibányászni másodpercenkre, azt hiszem másodpercre van levetítve a darab. Aha. Gyere, köcsög! Most bezeg, nem kötsz belém? Mondod, hogy már meg is állt? Tele van. Hát már egy tisztára bírtad rátenni, ez olyankor gyorsan megtelik. Ja, hogy így már ki is veszem? Ó! Dupla kattal kibírod venni belőle. Hát felvesz mindet, azt csokolom. Ja, én ezzel most hazarohanok, mert így van nálam 270. Aha. Jó, 260. Majd abból bugáznék. Hát, ha megérdemled. Dé, akkor megyek, szedek magamnak, bástya. Honnan, nem mersz, ahogy a kettő, ez nem nyúlhatsz hozzá, eltöröm a kezed lábad. Jaj, te mi van veled? Sebződtél? Uh-huh. Ja, jó, akkor jó. Akkor nem bántlak. Egy kockát lement a HP-m. Sorry van. Nye. De jó vagy. Munkapad el van foglalva. Mindjárt rakok le még egyet. Figyelj csak. Köszönjük. Én megyek tovább. Gazolni. A ládába rak be. De kitettem melléd. De bazeg. Basz meg te. Annyi nem hely nem. Van a táskámban, amennyi kocka, vagy hát ilyen négyzet van üresen, ugye? Igen, de ne aggódj, ez majd menet közben. Ja, én nem aggódok. Fejlődni fog, tehát körülbelül olyan 6-szor ennyi helyed lesz a végére. Fallout 76-oztam. Nem aggódok. Együtt játszottuk azt is. Igen. ez retek gyors. 80-at gyárt percenként, ami azt jelenti, hogy egy másodperc alatt több mint egyet csinál. Igen, itt majd szükség lesz a matematikai számításokra, mert amúgy majd rájössz. Ja. Jó lesz ez. Remélem, annyira fog legalábbis
neked is tetszeni, mint amennyire én szeretem ezt a játékot. Hát minél többet fogok belőle tudni, annál jobb lesz. Ez tipik az a játék egyébként, hogy ha el is érsz a végére, 210 órán van a játékban, és nem vagyok a végén abszolút. Uh-huh. De tipik az a játék, ha el is érsz a végére, akkor sincs vége. Érted? Aha. Hát erre jó példa a Minecraft. Az is olyan, hogy elvileg a játék vége az az, amikor megöled az Ender Dragont. De utána éveken keresztül tudsz vele játszani. És abban is elég sok időm van. Na. Tettem neked egy csomó gazt. Jó, kraftold át. Mire? Mindjárt. Nem itt, az asztalnál. Várjál, lerakok magamnak egy munkapadot. Ja, biomasszal, levelek meg fa. Így van, biomasszal, hol vál kell átkraftolni gyönyörűen. Csinál. És ha átkraftolt, ja, ennyi, jó, akkor még semmi, majd nem spoilerezek. Biomasszát bele kell rakni a generátorba. Hát, azt még nem rakod bele. Még azzal is csinálni kell valamit. Igen, mert lehet belőle még. De igazából berakhatod. Majd ide a cuccba. 850 darabot gyártottam le. Megerősített vaszlemez, meg kábel. Vaszlemez? Vaszlemezt itt gyártunk. Hát a betonra van most szükségünk nagy mennyiségben, nem? A betonban nincsen lesz. Majd mindjárt Dani megold. Na várjál, most kell valamire amúgy járom? Majd nekem mindjárt. Jó, akkor addig... Dob bele, vagy a ládába dob bele, aztán... A ládába belerakom. Jó. Na most akkor feleslegesen nem baszakszom itt még vele. De igazából, ha szeretnéd, ebbe a játékba el kell menni amúgy is felfedezni. Aha. Vannak lezuhant repülőgépek, ha? Amik körül mindig nagyon sok loot van, alapanyagok, vagy késztermékek. Uh-huh. Illetve mindegyik lezuhant gépben van egy hard drive. Uh-huh. Valahogy mindig valami feltételt teljesíteni kell, hogy ki tud szedni belőle a hard drive-ot. Mit tudom, áram kell neki, vagy kell neki 10 vaslemez, vagy valamit kér. Uh-huh. És ezeket a hard drive-okat gyűjteni kell, mert minden terméknek van egy receptje. Uh-huh. Tehát amiből kibírod craftolni. De ha kikutatod a hard drive-okat, akkor tudsz alternatív recepteket szerezni. Ami sokszor, hát olyan 80%-ban jobb. Mm. Vagy jobb kihozatal, vagy kevésbé macerás alapanyagokból áll, vagy társai. Itt igazándiból, ha gondolod, és szeretnéd körbenézni a játékvilágába, elmehetsz kóborolni. Én addig itt megcsinálom az elejét a játéknak. Ha szeretnéd, ha nem, akkor majd egyszer, mit tudom én, tartunk ilyen kóborlósat. Szerintem most rakjuk össze rendbe, vagy rakjuk rendbe a területünket. Rendben, László, akkor úgy csináljuk. Kell nekem, azt mondja, vaslemezke. Most amúgy mit gyártasz? Most egy fabrikátort szeretnék letenni. Ja, mert akkor az űrliftet azt én csinálom. Hát ahhoz csinálom én is a cuccokat, csak már gyorsítok. Ja, én itt elkalapálok. Mondjuk ez tényleg rohadt lassú. Meg vaslemezt még mindig nem tudnék gyártani.
Azt a rohadt. Hát már ahhoz kell vasért, abból csinálsz vasöntvényt. Ne, a vasöntvényt csinálom vas. Most, csak azt számolom, hogy elvileg most tudok csinálni 114 vaslemezt, 121 kell még. Tehát mi most tudnám megcsinálni az összes vaslemezt. Igen, az eleje az ilyen macera, mondtam. Ugye, ahogy beszélgettünk már róla, mondtam, hogy az eleje az lassú és bepecselős lesz, mert kézbe kell mindent csinálnod, de utána már csak számolnod kell, kb. Azzal nincsen baj, hál' Istennek. Azt ugye tudod, hogyha egyszer lenyomod a space-t, akkor nem kell lenyomva tartani. Persze. Jó. Azt mondjuk nem segített a játék, ezt magamtól jöttem rá. Kétszer van alatta, hogy elkészít, és akkor... Jaj, kell kábel. Egyem ki a vesédet. Kábelhez meg rézérc kell. Aj, de jó vagy. Mennyi kábel kell? 8. Mert nálam van 52, csak azért kérdezem. Felét megköszönném, a jobb kattal hosszan tudsz osztani. Jó. Sőt, ha csak egyszer rákattintasz, akkor pont megfelezi. Azt tudom, de a jobb kattal hosszan, akkor izé van. Akkor meg be tudom állítani, hogy hányat akarok osztani. Tudom, ez így. Igen. Ezek így megvannak? Egy pár rész múlva már kicsit szebb grafikával játszok én is. Max, szupi. Sikerült? Há, úgy néz ki, aha, sikerülni fog. Királyság. De amúgy tényleg, tehát hogy olyan szépen fut a játék, ahogy ezt mondtad is. Én mondtam, hogy nagyon durván optimalizált a cucc. Jó, akadva egy elvecske, úgy látom. Van ilyen. Iha. Jaha, és akkor most ebbe így behajgálod majd a mészkövedet. Aha. Uh-huh. Itt meg kiválasztod, hogy mit akarsz gyártani. És kiköpi a végén, amit választottál. Hát most még egy tároló konténert nem rakok le, most majd a betont 500-asával tudja stackelni, úgyhogy a gépbe egy darabig tudja gyűjteni. Aha, és akkor majd onnan szedegetjük kifelé. Uh-huh. Jó, itt pont. Elvileg 500. Ja. Jó. Oké. Okay. Csinálunk ilyet másra is? Hát, nem tudom, hogy állunk az árammal. Pont annyit term. Mondjuk még egyet le tudsz tenni, és abba a vasat esetleg, ha gondolod. Amúgy én elkattingatok, tehát most ezzel nincsen gond. Ahogy érzed. És hát nem elkattingatok, hanem csak rányomok, aztán legyártom. Ja, de várjál, mert alapból... Ajajajajaja, várjál, azt nem láttam én, hogy dupla vaslemez gyártok. Eks. Ó. Az akkor mindjárt megvagyok.
mik-e? Alapzatépítés, logisztika... 20. Térkép, tárgykereső... Jó, álljál meg. Jó, ebbe belerakunk vaslemezt. Ja, jó. Jézusom. Belerakom a két... Na, oda a 200-at. Meg... Aujáték. Akkor így. Anyádat. Miért csak 6-ra? 5. Akkor legyen 6. Így már értem, hogy miért nem engedted így osztani. Tetszik. Egy 75 vasrudat tudok. Jó, akkor oda kell 360. Így, a sok. Jövök mindjárt. Jaj, nehogy fönt legyél a tetején, légy szíves. Mit találtam? A rezet keresek. Ja. Hát találtam, csak azt hittem, hogy fönn van a tetején a cuccnak, de nem. Meg jövök, összeszedem a vasamat. Hát ő... izé. Oké. Mindjárt összeszedem a vasamat. Ó, gyere csak. Gyere tovább erre, mutatok valamit. Ó, látom erre. De hogy szalad? Igen. Gyere ide. Hallod ezt az érdekes hangot? Ezt a kristályos csillingelő hangot? Az a lila szemben. Valami adja? Igen, az egy Mercer gömb, az egy Alien Technology. Vedd föl. Az az egyik fontos Alien cucc, amit gyűjteni kell. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain-melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application, store it for later use. Jó, ebből ennyit értettem, hogy majd el kell tárolnom következőre. Lehet, hogy a feliratokat ki kéne kapcsolnom. Miért? Mert angolról próbálta az agyam fordítani magyarra, de magyarul meg teljesen elég fura volt. Mindegy, igen, sok, de... Ennyi. Ennyit felfogtam belőle. Meg majd mutatok, ha találunk. Ez a Mercer gömb, amit szedtél most. Meg van olyan, hogy Summer's Loop. Uh-huh. Az egy ilyen, hát ilyen lilás, narancssárgás, érdekes alakú kristály. Látszik, hogy merre jártam, ott nincsen sehol se gaz. Na, valaki lehúzta ott hátul a WC-t, azt már hallom. Jaj, neked van klotyó hangod. Innek. Hát ennek a nagy
Bálna testű valaminek. Ez a milyen csápokon mászkál, ilyen nagy bogyó. Csak kontextus nélkül tökre úgy hangzott, mintha lehúztad volna a WC-t. A nagy csápokon mászkáló valami ő Sanyi, ő nem bánt. Jó, akkor Sanyit mi se bántjuk, ha ő nem bent minket. Sándor nem bent. Ja. Jó. Úgy olyan grafikája van a játéknak, hogy... Majd a felfedezésre, meg társai. Nem effektíve grafikára gondoltam, a látványra. Hallod? Ja, uh-huh. Brutál. Ha már látod, itt oda-vissza szaladgálsz, de az is mennyire szép. Ezt egy kicsit skippeltük, hogy ne kelljen itt a kalambácselést hallgatni. Na várjál, akkor így van most nálam. 3.35, jobb ez meg ott írja oldalt, jó van. Akkor még mindig kell. 65. És utána mehetek húzalt gyártani. Van ez a páncélos tatuszerű bigyóka. Ez tutoriában állandóan jött nekem. Raktam be a ládába a csomó rézércet, ha húzaloznál. Ja, utána megyek arra. A réz az ott van, ahol... Van a ládába a csomó rézérc, most mondom. Jó, valószínűleg nem lesz elég, mert 1500 húzal kell. Az pikpak megvan. Ja. Akkor jó. Még ezekkel nem vagyok tisztában, úgyhogy... Tudom, azért mondom, hogy ez gyorsan megvan. Oh. Na. Ez nem az. Jövünk vissza kalapálni. Jó, akkor a vasrúd is megvan.
135, akkor ide kell még 65-öt betennem. Jó van, legyen úgy. 67. Nem fogunk itt izé szarakodni. Ez hülye. Így. Mit tedd már be? Azt úgy tedd össze. Azt oda. Úgy, azt a kettőt meg akkor ki tudom venni. Ó, de nagyon jó. Ezeket még meg kell szoknom. Hát, nyilván most kezdtél vele játszani. Mm-hmm. Majd belejössz. Jó, és akkor nekem még a rész 20 kell, ugye? Azt hiszem, igen, azt mondtad. Igen, tehát abból kell 1500, azt szedem. Na, a biomasszát, hogy ez a nyádat. Így. A rendezés. Jó, akkor ebből a rézhúzalhoz rézöntvény kell, oké. Okay. Ez is jó idő lesz. Ne várjál. Akkor ezt most állítsam le? Hát most te kalapáljál. Most nem kalapálok. Ezt itt szedd föl. Vasrud, beton, ez is. Igen? És akkor ide jössz a hubba, és ubi? Az alapzat építés, tehát az egy-egy. Jó, akkor rakjak aztán bele betont. Azt, amit kér, ott van mindent, aztán mondjam meg a piros gombot, és ide hozzá. Ezt is? Gyere. Várjál, még nem nyomta meg a piros gombot! Na, már itt a hang. Most. Gyere, nézd, arra nézd, fordulj meg. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. Anna is olyan, mint GLaDOS! Amúgy akkora poénok vannak benne, hogy sírsz. Csak elmondtam volna a családod, meg a szereteid, a figyelmed a fontos dolgokról. Ez körülbelül olyan, mint GLaDOS a izében. Portálban. Na majd neked még azt kell egyszer megvenni. Ha nincs meg. Nincs. Azzal is tudnánk jó... Csak kell vaslemez, itt már gyártom. Az pont nem. Nekem még mindig a izére van szükségem most, a húzalra. Azt még én csinálom tovább, úgyhogy... Majd még jövök nem sokára megint. Na, akkor ez is megvan, akkor jöhet a húzal. Bár mondjuk még az a baj, hogy 1200 húzal, és még kell akkor 300 majd pluszba. Várja? Egyből gyártok kettőt? Akkor lehet meg lesz. Nem. Jó, azt írja ki, hogy mennyi a vége. Oké. Okay. Jó, akkor húzalból kell még 252 darab. És akkor ez is megvan. Jó emberre bízzuk a számítást, mi? Ki még azt se tudja kiszámolni, hogy mennyi kell? Jó, figyelj, így amúgy elég sok mindenről lemaradunk menet közben, szóval van egy cementgyárunk. Most már rég leautomatizáltam, az még kéz ide, ha ide jössz, ahol vagyok. Itt megy a vasérc, ebből lesz vasöntvény. Gyere ide, vasöntvényből, meg még most vaslemez. Aha,
Igen. Mindjárt lerakok még egy apróságot, és jó, akkor... Jó, hát figyelj, ez így jó, mert amúgy ebből így nagyon kimaradtunk. Na, bányagép, az belemegy majd abba, abból ki ide, ide, oda, oda. Ez egy teljesen automatizált betongyár lesz, már nem kell belepakolni kézzel semmit. Helyes. Hívni kell a karbantartókat, mert minden pirosan világít. Mert mindjárt nem fog. Ezt is megcsinálták így, te király. No. A biomassa generátort már megcsinálták úgy, hogy van túlszalag bemenet, tehát le lehet automatizálni a pakolását is. Aha. De biomasszát csak úgy tudunk gyártani, hogyha mi rakjuk be, vagy... Még igen, de majd ez változik. Aha. Jó. Megyek Razert, mert már most ezt a űrliftet befejezzük. Hát az a te projekted. Tudom. Én intézem a milestone-okat. Hát látom, úgy nagyjából egy 20 percet vágtam ki nagyjából az egészből, aztán menet közben kint meg lett egy csomó gyárunk. Sorry. Ezért mondtam, hogy ne. Szerintem, de... Mit ne? Érzed? Hát menjen. Hát jó, lehet, csak most... Lehet, hogy egy kicsit uncsibb, de... Ne, nem, nem. Az, az a baj, hogy ha azt néznénk mi, mindenki, én is, hogy te menet közben mit építesz meg, meg hogyan, azzal nem lenne gond. De itt most mindenki csak azt kellene, hogy nézze, hogy... Eltévedtem. Majdnem jó helyre jöttem. De érted, érted, hogy mi a baj vele? Értem. De tudom mondani közben. Az egy dolog? Baszki, ez nem az. De az. Te itt a bányászgépeket nem hagytad itt? Vagy csak... Nem, fölvettem. Ja jó, akkor... Ó, én azért jöttem el, hogy... Mit van? Akkor ide rakok le egyet. Csináld, de mindjárt leautomatizálom ott is, jó? Jó, persze, csak azért izélek. Egy kicsit gyorsabb. Mivel a vaslemezt azt relatív gyorsan, vagy a vasulat együttésből gyártjuk így a vas... Hát, nem tudom. Na, ki is fogyott, király. Jó, akkor azt mindjárt bontom is itt. Ez ugye a Q betű. Kell nekem egy MK1-es gép, egy kohó. Egy fabrikátor, az a cucc. Hát, nincs még elosztónk, akkor azt mi a, hol van az? Utószallag, elosztó, ez kell. 150, 150, 300. Jó, ezt gyorsan megcsinálom. Nincs. 300 puti vissza. Uiiii. Gazolunk közben. Milyen élő lényeket nyírkázta? Mindent, amit találok. Már dobnak cuccokat. Mármint majd ha idejössz.
a bázisra vissza, benézi a ládába. Ott már van ilyen... Ezek a madarak is? A kicsi zöld, nem, az ilyen... Hát le, ilyen cukiság faktor a játékban amúgy. Igen. Mm. Ez cuki. Más elképzelésünk van a játék a cukiról. Ne, a bány, ne bány, ne, ne. A bokrot vedd ki. Úgy. Miért kell a bánya? Feladat, feladatra ezt pontosítunk. Jaj. Kell neked is 320 alha, jól látom, mi? Azt én intézem, te csinál ja. Az űrliftet. Hát nekem még kell, elfelejtettem, 250? 2? Ja, 248 volt, ha jól emlékszem. Tehát 252 húzalka. Majdnem kivettem a ládából a csöveidet. Na 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 na! Nem pitiszkál cuccaimhoz. Amúgy 137 van nálam, úgyhogy annyit kivehetsz. Jaj, nem. Nálam is van már 99, úgyhogy don't panic. Don't fosh. Mindjárt megvan 200. Hát ezt most én nem viszem túlzásba, annyit gyártok le, amennyi kell. Jó, persze. 252. És mehet. A beton már ott kész van egyébként. Mhm. Majd ha rakod le az űrliftet. Igen. De majd úgy is jössz, aztán megmondod, hogy hova. Jó. De azt akartam, hogy ezt mindenképp a nézőknek, azt nézz végig, és majd nézz fel az égre is. Uh-huh. A végéné. Uh-huh. Mert az epic, elég epic az az animáció. Jó néz ki ez a vízes is. Még 20. Na bazd meg. Megdöglök. Woohoo! Na építsünk. Ez megvan. Ez megvan. Ez megvan, és kell 500 beton. Nézd meg a két tárolót, szerintem már van benne annyi. Jű, ebben több mint 500 van. Na, akkor örülünk. Úgy. Na és hová tegyem? Hát... Nem tudom, mindjárt megyek, csak rezezek. Mindjárt meg azt kinézünk neki valami patika helyet.
Hogy értsd a dolog lényegét egyébként, ott vannak ezek a mérföldkövek a hubban. És ugye azt látod, hogy 0-1-2, ami most elérhető, a többi nem. Lerakod az űrliftet, akkor utána az űrliftbe is kell bepakolni ezt, azt, amazt, hogy oldja a következő fázisokat. Szerintem inkább hoz ki erre valamerre, ahol én vagyok most. Csak hogy ne ott a bázis körül legyen, mert nagy helyet is foglal. Mennyire vigyem ki? Valahova ide. Ide. Ide? Aha, valamerre. És így, ahogy áll, így jó? Tök mindegy, úgyis le fogjuk bontani ezt is majd. Wow! Puss hátra fel, puss hátra, gyere, gyere, gyere. Csak a látvány. Mennek ki belőled az alapanyagok. Igen. Figyeld, most nézz föl, nézz föl. Ne menj oda, nézz föl. Ezt most nézd végig, ez nagyon epic szerintem, nekem nagyon tetszik. Látod, hogy ott jön le valami, ugye? Azt majd nézed. Kövesd. Ta-da! Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore, and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Nem hagyjuk a Fixitet lent. Na és ennyi. És akkor most látod, ott ki is csapta neked fölül, hogy 50 darab smart plate, azt hiszem annak az a neve. Igen. Igen. Azt kell neki 50 darabot legyártani. De most, ja. Itt itt az a rész jön, hogy gyönyörű szépen meg kell csinálni az összes mérföldköveket itt ebbe. Tudjunk menni tovább. Én most egyet már kijelöltem, amint látod. A logisztikát. Így van. Jó, ebbe. Amin van, azt én bele is teszem. Ilyenkor neked is frissül ez, amit én beletettem? Igen. Jó. Igen, igen. Csak akkor így látod legalább, hogy állunk. Én is beletettem, amink van. Összerakjuk, amink van. Jó. De ha ez igazából ezt kiküldjük, onnantól már tudunk már elosztókat, konvejor elosztókat gyártani. Aha. Onnantól már lehet okoskodni, utána a kézben gyártás az kicsit el fog maradni, mert akkor már tudok optimalizáltan építkezni. Jó. Legyártom gyorsan a húzalok egy részét.
ezért gyártottam, hogy te megcsinálod. To save space and enhance the productivity of your factory. Fixit encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics. If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in, visualize all the people relying on you. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out, feel refreshed and focus on the future. Oké. Ott van, tessék. Tedd be! Tedd be így. Ja, hogy addig nem tudom betenni, míg vissza nem jön? Gyere le! Jó. Kivesszük, míg még valakit meg ne sérüljön. Csavar, az már csak az hiányzik, a többi nálad, a húzal nálad van, a plét nálam van, a csavart meg már durrantom, és ja. Pont 300-at bírok csinálni, úgyhogy addig csinálhatsz olyat, hogy megnézed a izét, a hubban a Milestone 2-t, és akkor ott valamelyiket kinézed, amiben van egy olyan, hogy barózúzda. Barósok meg barózúzda. Barózúzda, barósok. Na, annak kezd el a cuccait gyártani. Szerinted mi kell hozzá? Nem tudom. 520-as. Vagy meg. Hogy vagy meg. Ez az eleje ilyen. Tudom. Kb. Így a mai nap ez ilyen lesz, hogy csomót kell majd kézbe még baszoktatni. Hát baszakodunk, hát most. Nem egy nap alatt tervezem lejátszani a játékot? Laci, 208 órán van is. Mondtam, olyan 70%-ánál járok a játéknak. Úgyhogy igazából nem nagyon figyeltem arra, hogy a kinézet is csecse legyen. Ha még arra is figyelnék, akkor... De veled feltett szándékom, hogy arra is figyeljünk, hogy jó is legyen. Hát... Ja. Hogy a fenébe tévedek el állandóan. Hova mész? Razert. Hát, ahogy gondolod, de ha szólsz. Neked miért rózsaszín mindened? Vagy kék, zöld? Rózsaszín? Mert átállítottam a karaktert. Ja, és onnantól kezdve mindened, amit igen. Leraksz, az zöld. Aha. Igen. Rózsaszín? Ja, nem tudom, ilyen elnézésre, nem tudom, milyen volt az nekem rózsaszín. Visszajött. Majd küld bele a húzalt, ha visszaértél, jó? Hova küldjek, amit? Ja, jó! Hát most
Jövök, itt vagyok. Rákalandoztam. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars: construct, automate, explore, and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. Mm-hmm. Yeah. Ilyen sok biomassa generátort gyártottál? Uh-huh. Ezt a rezezést nem tudjuk automatizálni? De mindjárt csinálom. Csak először az áramellátást akarom megokosítani. De gondolom a növényeket, azokat ugyanúgy nekünk kell majd biomasszázni még. Szeretnéd, hogy automatikus legyen? Nem. Valamit csináljunk, hát most ha csak állunk egy helyben és csak építkezünk, az úgy nem jó. Legyen benne valami kézi munka. Nálad vas lemez. Megerősített vas lemez nincs. Itt. A kalapácsnál. Tessék, ha húzalt szeretnél gyártani, akkor ne kelljen két fázisba nyomnod. Uh-huh. Azok biomasszát. Bele a konténerbe? Uh-huh. De hülye állat. Fogadjunk, kipakoltam mindet és ezt meg te elvitted. Jó van. Sorry. Rossz oldalon kattintottam, csak utána jött le, amikor ide jöttem és üres a táskám, vagy nincsen benne a táskámban, hogy én ezt szerintem fordítva csináltam. Na, most majd ide bepakolod a biomasszát ebbe a tárolóba.
És ez majd szépen elosztja mindenhol. Létre fő tudsz mászni, ha akarsz. Na miért? Bejövök én anélkül is. És akkor majd mindjárt oda beérkeznek a cuccókák. És akkor elindul mindegyik. És mindegyik elindul, aha. Aha. Jó. Na. Várjál. A hubnak az oldalán lévő kettőt, azt pakolni kell. Az nem izgat. Hová építünk? Hát egy izé, hogy a... Várjál meg! Húzalt? Várjál. Most már meg kell néznem, hogy micsoda. Ez vasöntvényezik. Ez pontom is már ebből kifogyott a vas. Ez a mészkőből beton csinál, ezt is lehet akkor bontani. Hát ha üres már, akkor igen. De várjál, és hogyha a fabrikátort átállítod? De akkor már bányogéppel csinálom, hogy automata legyen az egész. Jó. Akkor automatizáljuk. Annyi a lényeg, hogy húzal, az még most fog kelleni egy csomó. Okay. Ahogy elnéztem. Azt mondja, húzalhoz, azt mondja, termelés kell, nekem egy bányagép, kell egy kohó, meg kell egy fabrikátor, de... Akkor már úgy csinálom, hogy gyártsuk a kábelt is, na hát azt még nem, azt lenyomjuk kézbe, ha kell. De akkor már vasat is leautomatizálom, akkor kettő bányagép, kettő kohó, és akkor a fabrikátor az egyik gyártja a vaslemezt, a másik meg a csövet, akkor még két fabrikátor, és akkor így összeszedem, ami kell nekem gyorsan. Ki lehet jelölgetni, ha messzebb mész, tudod, hogy mit szeretné. A beton is elfogyott ebből. Akkor ezt is bontom a picsába. Így, né. Jó. Na fut. Vinnem kell magammal az államot. Ezt itt láttad? Mit? Ez a három hülye madár itt van alatta. Kicukék. Na jól van. Mai részre legyen ennyi. És akkor a következőt pedig folytatjuk nem sokára. Na, sziasztok! Sziasztok!